Élelmiszerek, gyógyszerek beszerzése és általános ügyintézés. Egyebek mellett ezek a feladatok szerepeltek a bácsfeketehegyi és a kishegyesi önkéntesek napi teendői között. Amikor úgy érezték, hogy gyógyszer kell, akkor felhívtak, el tudnál jönni, én kaptam tulajdonképpen a kis listát, illetve borítékot a pénzzel. Ehhez egy különböző adminisztrációs lapot még kitöltöttünk. Elintéztem a bevásárlást, mindent kesztyűben, természetesen maszkban. Perlaki Adriána pszichológia szakos hallgató szerint az önkéntes munka során a fizikai segítség mellett a személyes beszélgetés is igen sokat jelentett az idős embereknek. Itthon ragadtam, amikor lezárták a határokat, pont 15-én mentem volna vissza, és amikor bejelentették ezt a rendkívüli helyzetet, hogy az idősek nem mehetnek ki az utcára, akkor az volt az első kérdés, ami megfogalmazódott bennem, hogy mégis hogyan tudnék segíteni. A kishegyesi Bacsó házaspár számára kenyeret szállított ki a helyi falu gondnok. A szépkorú házaspárnak nagy segítség az önkéntesek munkája, mivel egyikük sem léphet ki az utcára. Bevásárolnak a gyógyszert, a befizetéseket, mindent. Én 70 évesen felül vagyok, én nem mehetek a kapun kívül. Egy héten kétszer jön, adom neki a lajstromot, fel van írva minden pénzt, ő mindent bevásárol, ami csak létezik a konyhára, ami kell. Az idősek segítése mellett az önkéntes csapat a külföldről hazaérkezett karanténköteles személyeknek is kiszállította a megrendelt élelmiszereket. Több mint 6000 egyéni megkeresés volt az elmúlt közel 50 nap alatt, és a legfontosabb eredmény, hogy a községünkben nulla a szám, tehát egyetlen egy regisztrált megbetegedést sem sincs. A Vigyázzunk egymásra akció mellett a közösség összefogása is nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a segítség mindenhová eljuthasson, tette hozzá Sárközi István.